Megint itt a Holló Színház. Ha-ha! Friss idei humorka saláta. Kedves közönség, haj, de jó. Mai műsorunk címe Trisztán és Izolda. Már is indul a lehengerlő gegdömping. Elsőként légy szíves, tekintsenek meg egy jelenetet, amely egy erdei tisztáson játszódik. Két imádkozó sáska éppen házasodni készül. Rajta! Azért gyűltünk egybe ma, hogy összeadjuk az itt megjelent nőstény imádkozó sáskát, az itt ugyancsak megjelent hím imádkozó sáskával. Kérem az ifjú párt, másszon előre. Jeremy, kívánod-e Amandát hites feleségedül fogadni? Igen. Amanda, kívánod-e Jeremyt hites férjedül fogadni és megölni, miután párzottatok? Igen. Akkor az Isten által rám ruházott tisztséggel... Elnézést, hogy mondta az előbb? Mikor? Az előbb, mintha azt mondta volna, hogy megölni, miután párzottatok. Igen. A nőstény imádkozó sáska mindig megöli a hímet az első együttlét során. Maga nem tudta? Hát ezt nem. Ne aggódjon, ez a természetrendje. Biológiai törvényszerűség. Ja, értem, bocsánat. Tehát a reám ruházott küldetés szent kívánalmainak megfelelően... Bocsánat, hogy újra közbevágok, de jól értem, hogy ezek szerint... Ketten megyünk el Nászútra, de csak egyikünk tér vissza, és az speciál nem én leszek. Igen, így is lehet fogalmazni, de most már folytassuk. Persze, bocsánat. Tehát a reám ruházott tisztséggel most összeadom... Rögtön az első dolog után megöli a nőstény a hímet, vagy néhányszor azért még lehet. Csak kíváncsiskodom. Rögtön az első után megöli. Ó, tehát nekem összesen csak egyszer lesz... Igen. Hím imádkozó sáskáknál ez a maximum. Van még kérdése? Csak azon gondolkodom, hogy megéri-e. Két hétre foglaltam le a szállodai szobát. Döntse el végre, akar nősülni, vagy sem? Hát akarni akarok, csak ez a halál dolog valahogy árnyékot vet az egészre. És tulajdonképpen hogy öl meg? Mérget tesz a kakaómba? Ja, dehogy. A csápjai közé szorítja maga nyakát, és az orgazmus hevületében leharapja a fejét. Tehát a kedves édesapja nem mesélt erről magának semmit? Fiatalember, hiába beszél hozzám, tök süket vagyok. Javasoljuk, hogy válasszák a Népstadiont. Helén elhagyott. Istenem. Helén elhagyott. Honnan tudod? Benéztem a ruhásszekrénybe, amikor hazajöttem a gyárból. Üres volt. Hát igen, manapság sok gyár üres a gazdasági átalakulás miatt. A szekrény volt üres, nem a gyár. Ja. Elmondta, miért hagyott el? Ez volt az asztalon. Azért hagyott el, mert egy teljes üveg volt az asztalon. Céduláról beszélek. Megírta, hogy miért ment el. Mindenét becsomagolta a bőröngyébe. Megnézheted, ha akarod. Hogy nézhetném meg a bőröngyét, ha már elment?
Cédulát nézd meg. Oké. Azt írja, hogy visszament az anyjához. Igen. Az anyjához. 15 évig voltam a férje. 15 évig az anyja férje voltam. Nem is tudtam. Helén férje voltam 15 évig. 15 év boldogság. Közös asztal. Közös ágy. Most ez semmivé vált. Eltűnt az ágyatok? Boldogság tűnt el. Ja. Figyelj, Alex. Az élet nem áll meg. Megy tovább. Azt hiszem, igazad van. Talán majd találok egy másik nőt, akivel megoszthatom az életemet. Helen! Alex! Bocsáss meg! Helen, jó, hogy jössz! Alex már épp azt tervezte, hogy egy másik nővel osztja meg az életet. Halálos kérdése. Hogy nevezik azt, amikor márkás tollak hullanak az égből? Párkereső. Mit mondanak azok a kéz nélküli zenészek, akik előbb meg akarják édesíteni Bea nevű barátnőjük kávéját, majd föl akarnak venni egy hangszerszólamot Magnóra? Megkínáljuk a Beát cukorral, a dallamot meg bejátsszuk orral. Gergely, ha téged megnyúznak, és amit rólad lenyúztak, abba belebújik a kovácsné ura, az micsoda? Nem tudom. Férj a bőrödbe. Hogy nevezik az öregedő paripát? Marco Polo. Mit mond az az anyuka, aki szeretné tudni, hogy fiának jól áll-e az újonnan vásárolt nóg? Kíváncsi vagyok, hogy ez a nóg rád megye. Én vagyok Tristán. Én meg Izolda. Kedves nézőink! A közép-európai testvériség szempontjait figyelembe véve, most következő természetfilmünket szlovák, román, szlovén, horvát, német és magyar anyanyelvű nézőink egyaránt élvezhetik. Másodízben jelentkezik Ügyes Lajos irodájának életét bemutató sorozatunk. Az iroda profilja, hogy mindent elintéz, és bármivel kereskedik. A szereplők. Jolán, a szorgos titkárnő, aki már túl van a 40-en. Szerelmi kalandjai csak vágyálmaiban vannak. Kolléganője Ibike, mint látjuk, jóval fiatalabb, és valljuk be, megnyerőbb külsejű. Valójában mindketten a főnök, az igen sármos, elegáns, Ügyes Lajos szívét szeretnék meghódítani. No és persze Alfred, a mindig jókedvű, kifutó fiú, az iroda tréfamestere. Kezdődjék hát mai történetük. Ügyes Lajos irodája kezdi napi munkáját. A főnök és Alfred még nincsenek bent, csak Jolán és Ibike. Amint tudják, régi dramaturgiai törvényszerűség, hogyha egy jelenetben puska látható, az előbb-utóbb el is sül. Nekem nem példaképem a Bridget Bardot, az állatvédő liba. Különben is megmondta a Vulkán György, hogy a láva sem éri a földet. Ha,
ez mindig fehér marad, nem pirulá. Remélem ezzel a könnyű szerrel akár 120 évig is el a lélek. Tegnap olyan jó volt a palack pálinka. A kert helyiségben egy szék röpült felém, de elengedtem a fülem mellett. Alfred, maga annál inkább későn ért be. Későn érő típus vagyok. Reggel anyám kirúgott az ágyból. Mindig bal lábbal kelt föl. Jolám, te borotváltatod a fenekedet? Ez rázós kérdés volt. Hát ugyan, dehogy borotváltatom. Nem kell nekem végbél nyírás. Szöszös ital. Alfred, újságért mikor megy le, nem úgy volt? Ej, mi a kő, tyúk a gyúken? Már figyelem magát, egy idióta. Jó ember, kis helyen is, Alfred. Milyen jó lesz, hogy mindjárt, ha megjön a főnök, imádom. Nem rokon, de szenves. Jó reggelt kívánok! Jolán, maga hány éves, nem? Éjszakon feltétlenül elkészítettem a rendelkezés piszkozatát. Legyen szíves, tisztázza le! Állok rendelkezésére! Illik-e, drága? Készíts el a reggelimet, mikor ugyanezt mondom. Ezer körömmel! Jaj! Nincs kávé. Gőzülje fel a régit. Gőzöm sincs. Alfred, hozzá nekem napilapot, meg kávét. No, hiszem. Igenis. Kereket oldok. Ez a gumi a broncs. Jaj, bokas ülyedésem van. Ez a munka nekem olyan ellenszennyes. Ez a portré. No, minden rajta van a porcelán. Csak nem mit csinál a főnök. De, olvasom a HVG-t. Jaj, azon volt kiszórtam a cukrot. Egyet se bánkodjon, Ibike, pláne kettőt. Nálunk szórás szabadság van.
Látja? Nekem nagy a túró képességem. Miért úgy mellé eszik, ami feltűnt nekem? Mert én csak elvétve szoktam jól lakni. Ugye tetszik a hústorony? Az igaz. Főnök, nem akar beiratni egy kamfolyamra? Dehogy nem. Csak türelem, ne ragadtassa el magát velem. Úgy szeretnék magával dűlőre jutni. Ugyan, Ibike, nem vagyok én magánfabzó. Jolám, vegye már fel jóformán a telefon. Magán!